Persze, ezt felismerjük fél óra alatt. Hát de most még?
ahol összetáncoltunk elsőre, mint a gépzsírt, aki évek óta összegyakorol, akár csokkolom, bocsánat, ezek az éjjele. Mint ezt a gondjátok dumálni, azt tudtok, ahhoz értetek. A bilekben akkor? Azt hittem nem látszik. Szóval ez nem látszik. Ez már direkt a pofámra is van írva! A nyomték életben hiába öltözök! Passzal a szerkó, nincs abban semmi baj! Baró, paraszt, ne tegyez, nem vagyok a kurvád! Bocsika. Na, elnézést! Néha olyanom lesz. És egy szóval annyi. Maga nekem nagyon tetszik, akármit csinál, Szóri. Akkor meg azzal a tőgyes beállattal, aminek majokottál a szemem előtt. Alig érsz fel a derekáig, Józsi. Hát de most mi? Hát ez a diszkontác, az jó, nem nökhetem el. Pedig annak cukor mindig fúszer a pasija, úgyhogy fölösleges a pedál. Ezt honnan tudja? Ki nem tudja, nyugodjál már. Ez egy ilyen beállt hely, mindenki mindenkit ismer. Ez egyszer engem is fel akart próbálni. De hát eléggé hányok a pocak. Na, megkúrod. Várom is én. Ez gyomron vágott. Julika, figyelj! Na mi van, te zetolt, csak be vagy elgázoljál! Hallod, Julika? Hát beindulta, nem tudok ékezni. Julika, nyihogom rá, mert hát dobjunk már össze valami Herce utcát. Hát Julika, suhog a kaszába, tegyünk már valamit ellene. Úgy ne röntek így ma, mint a kusa, hogy elvesztettem a zsebemből az aprót. Hát beindult a pösti koncertére, de most aztán bezsegy. Julika, én jó, hogy vagyok, tehát bízza csak rá. Hát nem mondjuk, hogy véletlenül messze volna. Nyilván a helyen nem tekerek, bocs. Hát igényesen, soha életem. Nem mondd már azt kényszert, hogy én ide ki szokok járni. Én nem vagyok egy szafat, mint oda ment az összes, hogy csak füttyenteni kell és úszni be a bokorba, akárki hívja. És letérve fel a járók előtt lába előtt 3 centire, ezt társal kicsúszál. Ezt oda ment azokkal a fővéletes egyetemista csajokkal, világos? Vagy az emlékek csehszlovák turistalanyákkal, jó? Én egy ember vagyok, nem gép és nem a farkat tokja. Még akkor sem nem tudom egy diplomával kitörölni a falakat. Mert nincs! Nem is lesz most már. Nem is kell. Semmire se jó az. Még egy-két év és ők is majd flanóznak és fizetnek a tripla drága lampért. Hát te ügye vagy. Félreértem, gyöntök. Hát ő csak azt hittem, hogy valakivel összeakadtunk, mert ziher, véletlenül észrevettük egymást. Nem számít. Nem számos jól áll, teljes tévedés. Akkor mi legyen, visszamegyünk táncolni? Úgy beoldatottam. Nem hallott-e senki? Nincs itt egy lélek se. Józsikám, édes, én ezt még soha az ég szerelmi, ha ezt tudom! Hogy gyere! Sietek. Szóval sietsz. Aztán hova? Hova lesz a séta, Józsikám?
Jaj, anyukám, hagyjuk már ezt. Hát nem jöjj, most se én jöttem le, ott körültre most se ér. Hát mire játszol? Na, elszívok le egy bucsú cigit, mert kicsi voltál, ez szorgalmas. Igaz is. Neked van pálcod. De azt szereted. Úgy minden tetszett. Néha napozhatnál. Hagyj a kopososból! Itt a mucsai munkó. Numera huszár, menj haza legeltetni! Hát most mire föl? Hát nem dugni akartál! Egymás után jártak, hogy mindenféle palika, mint a nyugat, én meg most a gyerekfeleségül. Hát majd mindjárt, majd ha meszegedtem, ha se tudom, hogy tudom, akár kiolálnak. Én sem nem mutatkoztál. Nem, de jó is, hogy ezt most már ennyi hagyjuk. Zsoldomra kezdjetek járni vele. Hát nem is. Azt adja az Isten. Legalább öttel idősebb vagy, hanem hattal vagy héttel. Nálunk az ilyeneket kecsőbe kirakták a kapu elé, ne fél. Hadd vigyék, hátra lehet volt. Én már láttam egyet. Vettél? Válik egészségedre. Most kaptuk meg az építési engedélyt a tanácstól. Én meg hol vagyok? Sehol sem vagyok. 10 hónapja vakarodtam a seregbe. Anyukám, menjünk innen. Menjünk sétálni a citybe, vagy mit tudom, én most 0-5-ig úgy sem tudok mit csinálni. Ha akarsz. Csákó, csákó. Flangáljak vele, ha nem így körült van. Szeretsz te? Na mondjad. Hát... Na halljuk. Ilyen még nem volt. Mert ő nem tud azért. Meg én sem. Pedig gyakorolom. Igen? Gyakorolod? Hát csak ne velem, Józsi. Azt is megmondom neked, hogy miért ne. Először. Nőlegényen van. Csak úgy őt utálom. Mert figyeld, hogy fegyveresen jó helyen azt a földi rakja átul. Azért kell, hogy csak ide kis Erdőmárnak. Másodszor meg azt, hogy hol nagy szakodban mondták már. Őszbaba vagy vidéki hiábarumász, egy duga kis botfajok 10 óraira. Ha épp nincsen más, aki modorra is jó. Harmadszor, menjen be veled sétálni a kerence valahú Budára kecelibe, értek? Mert én bemerjek most vissza, és halászok tovább, hát a jól esik. Mókaszon egy napon van, hát nem? Csinálod, ami tetszik, hol a tengerik? Van egy kívásod? Jaj, nehogy már legyen, mert a tűzsakban lemerti a szemed, te Gali! Szabadja le minket útra, ami engedem úgy, ahogy megy az összeizabb, hibakos egyenruhába, és zabajba mindjárt 2-3 hótogot, helyes? Az neked való. Én egy kicsit elszórakozok majd. Nagy Isten zöldvéna. És egyszer gombol be felül is a sincszer. Jonis? Szóltál? Nem voltál jó? Szar volt! Nekem is, na csá! Hellóka! Döngetünk egyet a hangfal, de Na, én már menek is! Tolgatok össze!
Yeah.
Vedd már tudod, mire vársz! Lehet, hogy az a... Azt jelenti. Talán már régóta csöndöd, csak mi nekem hallottuk. Nem, tessék el, hívni, én egész időt. Meghúzd az időt, fésülköd, még át kell érnünk a portán. Külön, nem, nehéz. Illetve azonnal meg vagyok. Atya, úristen, már 8? Ezt azért tényleg nem gondoltam volna. Mi? Remélem, hogy meg még lehet, hogy fészek. Na, csak annak gondolt. Segíteni tetszik a lakás ügyemben. Ne korombáljál te. Nem olyan könnyű az. Majd meglátjuk, mit tehetünk érte. Csak legyél mindig a szemem előtt, legyél mindig látható. Na, sik rész, ne kapajázni, menj előre. Én még maradhatok. Maga siessek. Még meg kell csinálnom az emeletet. Az is igaz. Bocsánat. Vigyázz magadra, Jolán. Nehogy összeveszünk. Kell, hogy felelj. Felelj is meg. Ne félj. Nem is kell. A fene vad a barlangjában. Hát nem mondom, nem mondom. Az az édesanyja képe? Nem, Lukács, jó gyerekkorában. Miért teszi ezt velem ennyiket? Hát igen. Videó, lemezek, logó gyertyák. Éppen így képzeltem. Ifjú kocsornyik, Ferenc, mozgalmú kaszandrája. Lassacskán, mennem kell. Várnak. Épp csak beugrottam, hogy megmondjam, hogy mégsem lehetem, kérem, ne üljön közelebb. Nem szeretnék valami jelenetet. Kicsit bolond voltam, de már magamhoz tértem. Ígysünk búcsút egymásnak. Így. Mások marad ment. A karácsonyfa ünnep, a Gemenci erdő és más a valóság. Mi van felé maga nem, mint egyet el sem búcsút? Mit szétettem? Legalább jöjjön. Nagy. Maximum 5 percre. Meg kell vadulni olyan hőségben. Azonnal elzárom. Legalább akkor beengedhessen, amíg megfázik. Nem. Jó, ez így. Volt fáradt vagyok.
igaz? A hazugság. És csak úgy terjesztik azok, akiknek az útján van vagyok, mert próbálom behozni a reformgondolkodást, a nyilvános új stílus, meg az új elemeket. Ezek meg ott fűrészelnek el, ahol éppen tudnak az érzékeny ponton, hogy én még férfi vagyok, azt fáj. Ott látástól vakulásig csak robotolok, és örülök, ha este egy nép az ágyamba esek, kerültél, ha tudnáljuk, milyen idő az én ágyam. Mert maga mosolya sosem induljon el, hogy az áldott testét sosem érintessem, nincs is senki, aki ezt megérteni, csak a maga férje az egy nagy mentorom. Más szóval, szegény jó Tibor mindannyiunk kapja magát, és emlőkkel ő fedezte föl. Mi bajnunk? Abszolút, de tévedsz, ha tudni akarod. Én már előtte is baloldali voltam. Én voltam az agiprofos az egyetemen. Képzeltem valamit, 68-os akartam lenni, 78 van. De mit csináljak, sokat járt a szám. Erre a kongresszusra küldtek, akkor fedezett fel. A mi házasságunk szerelmi házasság, mit tehetek én a borgóroségről, hülye hála? Soha nem voltál ilyen szép, soha. Úgyhogy? Kettesben. Kettesben. Na most már mennem kell. Ez szép kis búcsú volt. Nem ezt ígérted. Nem ígértem semmit. Erik már a fenébe. Elmegyünk. Most mind a ketten elmegyünk. Mi fasz? Meg lehet kulogni ebben a rohadt szobában. Mert nem vagy képes szeretni a bundát! Zizáhen, ennyi volt. Kunyec, film a Percsi. Nem akarom, nem megy. Ellen! Én szeretem a férjét. Én is! Átmozom. Hogy veheted rá engedni esetet? Egészen maga hívott föl telefonon. Maga nem szállt le rólam hónapokig. Én is csak ember vagyok valahol, vagy nem inkább egy naív és szerencsétre mostoha liba. Egy tyúk. Imádott mindenket. Hányan hallottam el ezt? Amióta magát ismerem, egy se. Amikor először meglátom a helyzetet. Nagyon jó, hiszen az olyan most már nem is értem magam. Vissza a felkocsodat, hogy ne keresse, engedjen. Engedjen el. Csak egy csókot. Nem. De jobban van hozzá egyet utoljára. Utoljára? Most el kell tanulni a boldogság. Most mi az egy szobája? Ferike. Ferike, úgy viselkedünk akár a gyereket. Feri, én nem erre számítottam, hogy legény lakások kája lesz. Ja, miért? Ideg ez az otthon. Úgy sem hiszem, hogy még nem vette észre. Persze még mindig jobb, mint odakinn a hűvös völgyben, derékig a hóban a 20. század végén. Emlékszik, amikor az ipari vásáron a mongol pavilon büfélyében? Akkor a kadóba először a szád. Aztán nem egyszer a kezed az asztalra, csak nem fogom elfelejteni a férjet 20 üveg sört. Csak az italat vagy. Nem kezd egy kis mesőt. Kápari nincs. De hogy nincs, gondolhattam volna. Bocsáss meg szerelmem, én nem kell! Na ide figyeljen, fiatal ember! Hajlandó válaszolni csak egy kérdésemre? De ez úgy meg, hogy nem kezdesz el hazudni. Oh, nem, anyám, küzdve, igen. Hány nőjárt mellettig ebben a lakásban? Hát nem is tudom. De 13 éve adták át ezt a házat, én meg itt még csak 2 éve alatt. Ifi, lakat, rizsa, tudod, hogy hogy érte? Nálam. Nálam? Itt? Emlőcik? Miért ez előbb kérdezsz ezt a fejedben? És éppen most elvegyük el hozzá. Na-na. Nagy kalapács vagy te. Tudom, amit tudok. Nálad jönnek a nők sorba futószalagon. Nagy mellű, kis mellű, virágos bugyiban, kurva szerelésben, kosárlátartóban, csupa nagy bárhelyre. Biztos ostorúk is van. Nem is azt kéne, hogyha férfi volnék, ne szólj most semmi. Azt hiszed, nem tudom, mit műveltél múltkor is a germán utasi úszómedencő gárgát. Mi? A szemem előtt ültél el a férfi szóval egy dekoltás. Mi? Hogy oda néztem? Top lesz volt mindenki azt nézte, hiszen te nem is. Volt. Imádok! Ezt most nem értem, miért adtam. Ezt nem érdemeltem. Szeretnék valamit mondani önök. Mondja. A szégyellet, hogy itt vagy, ha üres a szívet, ha nem jelentek neked az égvilágon semmit, akkor bocsáss meg! Tényleg, menj haza. Ott van a helyed. Azt is fogom tenni. Csak ne felejtsd el soha egész.
egész életedből. Te voltál az egyetlen, akit mindig is akartam. Aki miatt hónapokig nem tudtam aludni, és most sem tudok Naxironnal se semmivel! Na. Szedjed a mankóit. És a lépcsőház már röhögjél benned. Sokszor csalaládsza. Sajnos én még mindig ugyanaz a nyíregyházi csodálkozó szemű gunkócska vagyok, akin a nők a végén úgyis átgázolnak. Pont olyan vagy, mint a többi férj. Akkor te ma nem volnál itt, mert te nem vagy olyan, mint a többi. Pont. Megőrülök érte. A szomorú szemettől meg az egész elbocsékolt intelligenciát. Éjszakánként csak fekszem az ágyban és nézlek, mintha moziban ülnék minden nap. Tudom, hogy nem vagy boldog. Nem igaz. Töltenél? Gondolod, hogy nekem jó? Micsoda világ? Ma még itt vagyunk, aztán holnap jön a nagy bum. Kádercsere, forgás, kútvölgyi kórház. Beveszi a halálba. Ne szeretem. Na, röviden. Hát én sem merem vele gondolni. Na jó, na jó. Akkor én most megnézem az egész lakást. Mit csinálsz, emű? Ittunk még. Ez a műtő? Ez volna a mester dolgozó szobája? Hát nem tudom. Itt aztán lehet! I can get no bam. I can get no bam. Tehát, most már ezt meg! Várjál már, húzd gyerek! Előbb lehozom, elkezdjük a próbatermet. Szét szednek, tipi húzd a kapat meg! Ne légy olyan mohon! Add ide, add ide! Várj már egy cseppet, bol! Hadd segítsen! Ne segíts! Ez csak én fogom egyedül. Na, legalább a bugyi. Nem csináltam bugyi. Nem vagyok beteg. No, menjél már ki, úgy izgalmasabb. I can get you. I can get you. Sami, most megkapod ennek. Jó, de fázó. Itt meg miért nem fűtesz? Igen, akkor neked lesz, gondoskodom róla. Ajánlom is, apám. Egy kell a tudás? Na, ezt nem kellett volna. Na, gyere már, gyere. Már is. Olyan jó, hogy te visszakadj. Te magad vagy libaszagú, ringes, te magad! Feli! 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 Isten mencs! Nekem 5 percet.
De te meg sem mozdulj. Most anyu következik. Kapsz egy finom búcsúcsókolt, egy indián puszit, egy nadrág szűkítőt, maradj vesztek eltárs, különben itt hagylak. Most én vagyok a főnök. Édes. Lassabban, lassabban! Voltál. Igen. Szokták mondani néha. Hányra? Fél tíz múlt. Keressük már meg a ruháimat, Ferike, jó? Most mit fogok mondani, hol voltam? Hát mondd ezt, hogy szabonáztál. 3:40. Mikor lehet lak újra? Mit tudom én. És hol laktál előként? Nem szeretsz? Talán már meg valahol a cipőmet, bassz meg. Na, menjél most így. Nem szeretem, ha nézik, ahogy öltözöm. Menjél már! Hogy várj is meg! Ne félj újra! Ahogy hazaérek, azonnal beszámolok neki róla! Beszabadcsíts, hülye vagy! Miért? Szerintem mi fogok mondani, hol vagy? Hát a nővérednél vagy, mondd azt, hogy felugrottál az átrűnhájadba a fodrászhoz, vagy mit? Csak, hogy én nem tudok az ügyi fel. Azt mindig észreveszik. Csak most az egyszer tudjál. Szedj össze magad. Mert te megérdemed, mi? Mikor találkozunk? Majd egyszer. Majd a véletlen az a legszebb, nem? Véletlen? Ti nem holnap jöttek a Csehszlovák centrumba? De igen. Miért te is? Ja, miért mit gondoltál nélkülem? Gyorsan vigyél taxi. Gyakorlatod rossz, ha akarod, lekísérlek. Mondd, hogy szeretsz, hogy mondjál. Majd holnap a mozi alatt, de... Kutya, de... Pénzé, pénzé. Elhozod a hajmat, mert észrevesz. Csak ezt akarod. Szóval, mit mondasz neki? Filmpróbot. Puszi. Elfársak. Gondolhattam volna. Csak megkúrtam oszlat ki feleségét! Oda csördítettem anyakutba.
piszkos kis fasiszták nemzeti jelmeznek. Ellenzéki válló, demagóg népség. Zsidókügyre vázol a jövendő palasztvált. Ez most minden rendünk népünk ki. Ez lesz az új népfront. Zseniális! Sok ellenforradalmi akadémikus. Tőlük húz fizetést, aztán meg nekik nyak. Meg az egyetemek, a független kis szakszervezetek. Gyüzsögnek már mindig lószatom a legyek. Muszáj elkocsak. Mit mondsz? Semmi, nem neked való. Aztán... Semmi. Mit olvasol? Semmit. Mindjárt leragad a szemem. Hajlós is napokkal. Nekem is. Most már egy éve. Az íróasztalnál úgy rám tört a magányba. Kívánni kezdtelek, mint az őszi mustot. Igazán? Úgyhogy? Csapott a szagod, ahogy átmentél a szobámon. Tisztaság szag, fiatalság szag. Mostanában minden olyan valószínűtlen. Mi van veled? Érzem a végem. Szerelmes vagyok. Feleségem, de... Ezt még szerelmünk hajnalán sem mondta. Tudod, hogy milyen szemérmes vagyok. Én ezt tanultam a pártfegyelemmel, mint kölyök. Köpök a gálosra, káromot tudod, csak holló. Kell valami, kell, aztán visszatalálok. Na, nem mondhatod, hogy túl sűrű zavar a téres anyám. Az 5 év alatt a 10-12-szer. Te mennyire becsülöd? Én nem számoltam. Be kell osztani, ami jó, mint a szalonnát. Meg aztán, hogyha rád ugrok, mint valami ampi, és agyba főbe használok, mint valami kénőt, én is úgy jártam volna, mint a harcostársak. Rég elváltunk volna. Te is elváltál miattam a feleségettől? Nem miattad, pulyka. Nem tudod fejlődni. Én talán tudok. Aztán mindjárt meglátjuk. Még ebben az ágyban. Vedd le a köpenyet. Pizsamon van rajta. Azt is te leszünk. Nem így! Na, a bajban viszont. Abba helyeztem a maradék bizalmat.
Nem csak a látisokkal hozzánk, mert az nem kumbázik. Éjjelig be van a lótfút, mint a kutya, még hisz az eszmében. Akkor is megkeresett, hogy adjad neki tanácsot, mert hogy kétségei vannak. Nem hisz az ügyünk végső győzelmében. Minden esténként ingorozik. Igen? És te mit mondtál neki? Mit mondtam volna? Csak amit magamnak. Kitartásba csapik. Levonul az álkullám, az iszapot kirakja, azt félre lapátozzuk, aztán megint mi jövünk. Te vagy valós. Nem hiszes csak szám. Tibi, ne támogasd a kocsonyikat. Igen. Ne cigarettázz. Ne csak. Nem szeretem. Állandóan a nyomorban meg csak nyolni tud, de nincsen kultúrája. Te csak ahhoz szóljál, mi az értesz, amihez meg nem értesz, hogy csöndben. Nagyon jó sánc ez a kocsonyik, benne van még kis graft. Van benne proletár lelkesedés. Bocsánat, nem szóltam, nekem olyan mindegy. Nem szívem, meg ne sértődj. Már a jó kádere könyvesen vannak. Meg kell becsülni a maradék magad. Össze kell fogni most minden jó erőnek. És te most úgy érzed, hogy jó erővel vagy? Nem sokat vállal. Hát bírom, amit bírom. Aztán meg nem bírom. Rakjam a tegsébe. Kocogjon ki velem a kocsi a farkas létre. Zümmögjön a vándorló, se érdekel. Régóta hordom én már ezt a pufart. Miért? Az élet tartozéka. Én tudom, mi a halál. Láttam ereget. Annak idején, az ostrom után, amikor a rendőrségnél voltam, mint fiatal állós. Ott voltál? Ezt sem mesélted még soha. Ott voltam. Mesélj valami. Akármit mesélhetsz. Nem mesélsz, gyermek, minek érdekel? Nem vagytál a férjem? Úgy szólván semmit sem tudok a múltadról, ahogy mondani szokták. Tibi? Neked nem volt nőd, amikor fiatal voltál? Dehogy nem, mit akarsz? Hány? Soha. Főleg a kezdetekben. Grófné, ápolónő, kuláklányok kitelepítettek. Akkoriban teli volt a vére, nagyon teli volt. A legnagyobb kurvák az urinők voltak, akinek pénzük volt. Meg a sitólányok. Ezek a párcüzek. Egyszer meg egy bankárlány állított be az irodába, hogyha kitelepülnének, kimennének az egész család. Nem akarják nekünk akadályozni az osztályharcot. Egy bőrött pénzt tett le az asztalomra. Két akkora pofon kapott, hogyha anyag esett. Így nyugodt. Felhúztam. Na macza, ráncs be, tetszik, de azon akkor elmentek. Nem kellett neki kétszer mondani. És a pénz? Azt ott hagyta? Remélem elmentek. Csak nem képzelem. Jegyzőkönyvbe vettem, le lehet áztattam, aztán ki tudja, mi lett vele. Ment Stalinvárosba a kubikusoknak. És később? Később aztán jött a Teri. Kaptuk, lehozták a repény. Férjesasszony nem volt? Férjesasszony? Hogy érted ezt? Tudom, de... Ez meg ott mondjuk eszedbe. Hát csak szeretnék tudni, vagyis vannak ilyen emberek. Ismersz te ilyen műt? Honnan tudhatnám én azt? Akkor talán a barátnőjük között? Az kizárt. Előfordult bárki egy másik eltár a barátnőjével, de annyi minden felirom, hogy ilyen máshoz. Valóta van valami? Medikről sem. Valami csak tudsz, nem? Ne! Látszik, hogy mégis egyik nem sem! Ne! És ha már teljesen kikészítenek, befújja majd glászmaszt is, mint a szétesek. Szarjak a saját támírba, és igenis meghatra őket. Csak elkezdtem eltetettek lapátra. Ellenforradalmára kaptak szócsövet, aki kapja marja, én az új tíjú, áldozik! Sokat láttam már, de ilyet még nem láttam. Hogy az ellenség szabadon korzózzon, ellenint üntessen. Visszakodtálni kell nekik. Gumibot helyett a kezüket csókolni. Én undorodok! Én undorodok! Ne így most fel magad. A végén úgyis te jössz. Azt adja az Isten, hogy nem úgy hívjük. Ide figyeljük, bokram. Ha valamit te így hallasz, azonnal szólsz nekem. Tibi, első dolgom, nem is kell mondani. Hát így bízol meg benne. Én tudom, hogy benned bízhatok. Ki nem néznék másképpen. Csak valaki elszólal a környezetedben, arról te tudjál. Ne nekem tudni kell!
hogy a morális tisztaságra nagyon vigyázzál. Az, ami kincsünk, az etikai tőke. Engem a régiek úgy hívnak vasságra, tudod az itt nőtt. Nem fontos. Azt jelenti, rettenthetetlen meg nem akarom. Nem vélem, nem bízták el, nem a magányeket. Rád bíznak. Nem szabad csak lefagázni. Meglátom egy vérbeli elfajlást, vagy megpillantok valami tisztóságot, azon vagyok. Gyere ide hozzá! Nem így tudtaszik el. Nagyon nem így voltam. Az 50-es években... Mi volt az 50-es években? Mesélj! Rendben. Rendben volt. És levágtuk a reakció fejét. Többször is. Amennyiszer kellett. Utoljára 56 után kivágtuk a fejét, hogy mozgatta. Úgy látszik, ez is kevés volt. Több kellett volna. Talán ott követtük el a baklövést. Hol? Nem is volt ez baklövés. Volt itt egyszer régen egy kommunista párt. De az kiütötte a történelem. Nem tudott másképpen alakulni. Csak mi maradtunk segédkel, vigyázzunk. Tibor. Tibor, Brej, gyere. Így jó. A lét között. Még biztonságos. Nem is megtett volna meg egy gondolom. Biztosan volt a telefon az életem. Gyere. Mindig szép vagy. Én a fiatal. Szeretnék mindent. Thank you.
Aki kíváncsi, hamar megöregszik.
Szóval hasonlítok? Hát persze. És a szeme... ilyen nincs. Ez van az. De hát az milyen? Szép. Olyan bácsis. Nem lehet, hogy nem gondolni. Túlságosan erős vagyok, mint az a baj. De csak a nevét másra akarok tudni. Miért? Csak úgy kabából. Egy vásárcú. Szabó Kármán. Szabó Kármán? De már tiszik át! Ne nézzük rám, bácsi, meg van kérdő. Nem tessék valamit! Jó, most meg elmégy! Ne menjünk! Maradtak, hogy az Úristen, én azt mondom, hogy maradtak, kamarok megértek! Ráérünk, mi? A maga ráérünk. Majd csak egy kicsit. Elbeszélgetni. Valakivel kellene már nekem beszélgetni is. Hát pedig ezért én nagyon kifogok átkapni. Laksz még? Hát, fókuszom már egész életemben. Miért? Hát mit gondolsz, mitől beszél? Heten vagyunk három fizetésre. Anyon szóval hiszem, hogy zenevében szongoratanárja, pedig leszázalékolták a tüdejét, szépen elvitte a por. Ami a nyugdító, én azt a gyógyszer kell, a svájci gyógyszere, ha szerezni tudom. Légy szíves, engedjek? A nagyobbik hugi az közért tanuló, a kisebbik hugi meg most ment iskolába. Ja, és a dedék is hozzánk költöztek, mert a papuca nyáron leesett a fáról. Elmondták az összes katasztelőre. Ezért nem fogok én már cseresni semmi. Ja, és a nagyika most vállalna a nagytakarítást is, de apa nem engedni, amit érte. Mert minek jegyzett ő, akkor békekölcsön. Az sikáljunk követ inkább az országon. Ja, és a bracsomat majdnem kifelejtettem, vette a kezem, mert az magántaxis, csak nincsen kocsia. Pont azt kell bérelni. Kiszitta a nyelvemet a cuxi. Kezdtesd meg. Lenne itt a... Homokvár. Fejlesztelünk élet. Ápisz, a gondolkod rá, mit kellett el? Ezt meg most mire mondod? Semmit, szokás mondani, nem? Ebben az apát a késő még tudod? Ámen. Csak néha kiavár. Most már hozzászoktak. Hozzá kellett neki. Több nyomtak be ide a szállószodába. Ahhoz is akkora prótunk kell rám, tudod? A nagyika ezért még imádkozott is. Szások ajánlnak ebbe a szaunába? Ahogy veszünk. Főleg a gazdagok, mert ugye nagyon különleges. Van egy olyan tanács, de neki kedvező is megadta a pénzt. Mert csak van nagyon rendes ember. Aztán szatírság nincs. Vagy nem érősz? De nem! Tökön is rúgnám, amit hazaszáll. Figyeld meg távolabbról a lábicsebb szemet! Megvan ez dolgozva a kongiterembe. Bár múltkor volt egy édes esetem, hogy végig szivar a szavunál, hogy az abszolút dolgó tojás, és fogta magát és bele akart haragni. Valamint én meg így elhajottam, mint a társadalmi fengszel, meg én így repültem, mint fogsorok. Egyébként ilyeneket nem szoktam mondani. Miért? Mindenki a nagyon okos vagyok. Kárstét, meg amnestiát! Szélek címot!
igazán úgy igazítjuk, hogy... Könyörgök! Utálom! Milyen jó az ő? Bejöhet a pincér! Nem jön be ide lefé, semmi jön be a pincér. Soha az életben. Őzi az ajtó, vaslácsol az ablak. De főleg, hogy az egyetlenre emlékeztetlek, aki eddig megvolt, igaz? Igen, főleg az. Az egyetlen. Tudod, te ki vagyok én? Egyetlen. De mégis mi a foglalkozás? Ja, azt nem tudom. Nem közölte senki? Nem, mi azt tudni kell. Szóval te még máskor is találkozni akarnál, ugye? Hát nem tudom. Hogy? Hát, hogyha csak kérdezel. Tudod, én nem lakom ebben a megyében. Nem? Hát hol? Fontos ezt tudni? Nem. Györgyben lakom. Á, nem megyek én a... Nem is olyan. Nő is van. Te nem vagy. Dehogy nem. Tökéletes mindenek. Mi tud törvelni? Egy kis hó. Mit szólnál hozzá, ha volna egy gardonikus lakásod, mondjuk itt és Györg között? Mondjuk Dunai városban. Ennyi tápos lenne. Igen? Jó. Csak benne kotyítsd a feleséget. Hogyan tudod? Szerintem csak viccelte. A kurva nénikétel, már másnak is anyám, egy csüppantva legyen. Te bútus, te nem vagy leszel, de honnan tudtam volna, nem kezdek kinyújtsen, csak hogy beszélgetünk szeretek. Mit akarsz? Nincs idő, Busi, nem mentünk tovább. Ha, mondd már. Mennyi az idő? Majd kinyit a Lajos, én meg... Ki a Lajos? Akkor mi érdem, azt mondja, hogy ő a főnök. De figyelj, Kicsi, beszélj komolyan. Szeretnének gyakrabban viszont látni, de ez az kell, hogy észnél. Felvigyázni nem tudok rád, és nem is akarok.
és a szállod befogott. Nem? Legközelebb már ott találkozunk. Kész vagy? Kész. Gyere ide. Menj előre kifelé, mert látnak arra a csikó sekkedet. Fizettél? Indíts! Pincereftárs! Álló! Írja a többihez!